Szeretnél egy passzív bevételt? Válaszd a honeygain-t. Mi is az a honeygain? A honeygain az internet egy kis részét felhasználja árak összehasonlítására és reklámok ellenőrzésére. Ha te is szeretnéd használni a honeygain-t, akkor az én linkemen keresztül ezt meg tudod tenni. Ha a linkemmel regisztrálsz, akkor 5 dollárt kapsz kezdésként. Persze, nem ebből leszel gazdag, de arra bőven elég, hogy kigyűjtsd a Battle Pass árát. És hát... Nosztalgikus ez a helyszín, nosztalgikus. Hajrá nekem! Az mi volt? Hajrá! Az mi volt? Mi? Nem tudom. Már most megijedsz? Ezt hartam be így nagyon. Egyszerűen a mamáéknál aludtam. És... Ott, ugye ott van az az ijesztő pince. Ja, igen. És valahogy így elkezdtem így valakon gondolkodni, aztán nagyon beszaltam. Nem, mert annyit láttam, hogy... Hogy jött valamiért, Basz. Elkezdett így... De még passzív, nem? Aha. Hogy elkezdett világítani a telefonom, már itt így kaptam valószínűleg egy üzenetet, már nem emlékszem mi volt, és így nagyon féltem, és így nem mertem oda nézni és megmozdulni se, és így feküdtem az ágyba, és akkor azon voltam, hogy inkább minél hamarabb elaludjak, mert valahogy úgy éreztem, hogy onnan jön a balak. Fél. De jó, hogy amúgy ilyen sztorikat így most jut eszedbe elmondani, mikor én bekakélni szeretné. Vagy lehet, hogy a házban van, és onnan jött a hang. Tudom. Ott van. Nagyon szép. Nem tudom kinyitni az ajtót. Nem tudom kinyitni. El tudsz valahova bújni? Nem. És kidzsúkolni se fogom tudni. Ja, de itt. Úristen, nagyon jó! Fúss! Be fogunk szarni. Yes, szerintem is! Skidoski! Gyerünk! Ez nagyon jó! Ez mi volt? Nem tudom, átbágolt el a plafonon. Nincs így be! Ne! Ne! Valahol itt van. Menekülj! Ah! Nem várj, mit! Most fogunk beszállni. De mekkora play-t oltál már? Azt rohadt. Ne! Jézus! Nagyon megijedsz. Ajjaj. Pedig mekkora toltál már? Azt hittem hirtelen, hogy amiért gyorsan futok, ezért át fog menni a másik oldal, és azért akartam visszafele menni, és azért... Nagyon jól utázod a bennek a hangját. Yes! Ó, ez rossz volt. De nem, ez jó. Yes! Ben? No. Yes? Ben? No. Itt van bent. Kikukucskán az ablakod. Én mondjuk nem adnám annyira. Ben. Yes. Ben. Én félek. Jó, én félek. Én félek. Megmondva. AA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 
tudtad? Hát tudtam, Jézus. Szent cölibátus. Azt mondjuk nem tudom micsoda, de... Jó, de úristen, ez mi volt? Ugorj. Bejön, bejön, bejön! Ugorj! 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 Keci, nem ugrott! Azta! Jó fut, jó fut! Ne, Ricsi, stanold el, stanold el, stanold el! Basszus! Ricsi, akarsz a szénába! Kérgő! Fuss! Nagyon jön!
Ja, nagyon megijedtem, hogy volt ott mellettem az a vadállat. Tudom, basztrum. Úristen, úristen, én nagyon megijedtem, azt hittem már nem tudsz leugrani ott. Én is. Beakadtam, annyira féltem. Igazából... Jaj, meg kell igazítanom fülest. Jönni fog. Igazából az ilyen helyzetben kell igazán nyugodtnak maradnod. Na, mondj igen. Mert ha itt nyugodt tudsz maradni, akkor gyakorlatilag... Ügyes vagy? Az. Jó. És jó hangja van, Gec. Olyan durrog. Olyan hangja van, mint a Devornak, bazdmeg. Nagyon közel van. Jó. Csak nyugodtnak kell lenni. Nem, a gyerek, fordulj meg! Ne. Ne. Könyörgöm. Most jött el az az izé. Igen. A fordulópont. És ez? Ez még csak egy benzin volt. Figyelj, Zicsi! Azt a gecit megijedtem. Ez volt a célom. Rizóka gyorsan csinálja. De tudja, hogy itt vagyok. Mit csináljak? Nem tudom, de mit jön a 200-ig? Ne már!